Ma nem vagyok a szokásos formában. Így folyékony halmazállapotban csurgok le az ágyról, és kicsúszom a konyhában, talán ott lehettem utoljára, ott kezdtem a keresést. A fene egye meg, hogy mostanában mindig elhagyok valamit. Teljesen szét vagyok csúszva. Ez a részlet is a 2015. augusztusában meghirdetett ifjúsági novellaíró pályázatból született Jelen című kötetben szerepel. A József Attila Kör és a Móra könyvkiadó célja az volt, hogy az új tehetségek felfedezése mellett újra életre keltsék az ifjúsági novella műfaját, hiszen az utóbbi időben alig születtek kamaszoknak szánt prózai művek. Nagy örömünkre a 40 év alatti szerzőknek meghirdetett pályázatra éppen 39 pályamunka érkezett, amelyek közül 11-et tartottunk arra érdemesnek, hogy kötetbe rendezzük őket, de volt egy icipici hiányérzetünk a témák tekintetében, és ezért a kortárs folyóiratokat böngészve még felfedeztünk 6 olyan írást, amelyet szintén beválogattunk a kötetbe, fölkerestük a szerzőket, akik már régóta, nagy részük már több kötettel rendelkező ismertebb fiatal szerző, és így állt össze az a 17 novella, amely végül is a Jelen című kötetbe bekerült. Az antológia írásai főképpen generációk közötti konfliktusokat boncolgatnak, a legtöbb családi vagy iskolai témákat dolgoz fel. Béres Tamás novellája is egy kamasz fiú szemszögéből meséli el a történetét. Nagyon nagy élmény volt, hogy részt vettem ebbe a programba, és egy olyan témáról írtam, ami külön jó, hogy meg tudott jelenni. Az iskolai élet, a fiatalok aktuális közéleti gondolkodása kérdései. Egy iskolai környezetben játszó novellát jelentetett meg a Móra kiadó József Attila Kör, ebben az antológiában, és azt gondolom, hogy ilyen nevek mellett, mint Dragomán György, vagy Kalapos Éva Veronika mellett megjelenni, ez külön egy nagy megtiszteltetés, és hát a saját írói pályámon is egy külön fontos lépcső volt ez az elmúlt évben. A Móra kiadó a Jelen című antológia után jövő címmel újabb pályázatot hirdetett, amelyre február végéig várják a jelentkezéseket. A szintén fiataloknak szóló kötetben szereplő történetek 2050-ben képzelik el a kamaszok életét.